Magyarság Kutató Intézet létrehozását tervezi az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós szerint szükség van arra, hogy összegzés szülessen a magyarság eredetéről. Szerinte ma a történészek, régészek, nyelvészek, néprajzkutatók, antropológusok és más tudományágak képviselői elbeszélnek egymás mellett. Mi büszkék vagyunk arra, hogy Ázsiából jöttünk. Kisgyermekeink fenekén, olyan 100-ból 30-ból, 6-7-ig kis piros pont van, mint a japán kisgyermekek fenekén. Mondták nekem, japán tudósok. A honfoglaló magyarok eredetének vizsgálata Kásler Miklósnak is régi szívügye. Évekkel ezelőtt mintát vett egy férfi csontvázból, amelyről úgy tudjuk, hogy harmadik Béla volt. A genetikai vizsgálat nyomán pedig azt állította, hogy az Árpádház tagjai egészen biztosan eurázsiai, nem pedig finnugor eredetűek voltak. A finnugor nyelvrokonság sokszorosan igazolt ténynek számít, és addig az sem vonta senki kétségbe, hogy származástani értelemben a magyarok nem finnugorok. Itt tart a tudomány most, az ELTE tanára szerint. Az, hogy a dolog nem áll össze, nem jelenti azt, hogy genetikai adatokkal lehetne cáfolni a nyelvrokonságot. A nyelvészek sem próbálják meg nyelvi adatokból cáfolni azt, hogy harmadik Béla ősei honnan származnak. Kásler Miklós viszont nem így látja. Szerinte az egyes tudományágak képviselői ma elbeszélnek egymás mellett. Amit az egyik tudományág bizonyít, azt a másik nem veszi figyelembe. Ezért szerinte egy intézményben meghatározott célok mentén kellene folytatni a kutatásokat és összegezni az eredményeket. Minden tudományos korszakban van egy szintézis, amit időről időre meghaladunk, tovább lépünk, de ennek a szintézisnek azért minden egyes tudományban megvannak az alapjai. Helyes célnak tartja viszont az intézet létrehozását a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hídvégi Balázs szerint nincsenek előítéletek a magyarság kutatásban. Nincs prekoncepció, azt gondolom, egy ilyen javaslat mögött. Az mindig a kutatóknak a dolga, és egy kutatási, tudományos diskurzusnak a dolga, hogy ilyen kérdésekben állást foglaljon. Az ELTE tanára szívesen látná a Magyarság Kutató Intézetet az egyetemen. Szerinte így az állami forrásból talán jutna festék a nyomtatókba, és még könyveket is tudnának kiadni.